Hello, srácok, Night and Dawn jelentkezik itt a Nisztelenc nemzetközi repülőtér 2-es termináljában. Pontosabban az égi udvarban. Aki esetben meg még nem tudná, ez az égi udvar ugye 2011 óta van itt jelen, ami összeköti a 2A-t és a 2B-t. Vagyis, miután átjöttél a check-in-en, amit ugye mögöttem a Duty Free bolton túl található. Keresztültél a check-in-en, belépsz a Duty Free-be, majd belépsz ebbe a Skycourt, az az égi udvar elnevezési területre, ahol ugye kivárhatod a járatod indulását, közben meg ugye vásárolgathatsz, nézelődhetsz, hol fogyaszthatsz kedvedre. Na ez most csak ilyen mellékes info volt. A lényeg az, hogy elérkezett az idő, hogy a Repült Körbe Európát sorozat következő részét is elkezdjem megcsinálni. És most nem is máshová fogunk utazni, mint Nagy-Britanniába, azon belül is, inkább északra, Skóciába, Edinburghben, ahol egy 4 napot fogok eltölteni, és igyekszem bemutatni a város érdekesebb helyeit. Talán még valószínűleg lesz skót viszkikostolás is, de ugye nagyon sok minden az időjárástól függ, mert aki ismeri a brit szigeteknek az időjárási viszontagságait, az tudja nagyon jól, hogy rendszerint milyen időjárás van, kicsit süt a nap, aztán esik, vagy folyamatosan esik, vagy olyan is, hogy egész héten megállás nélkül esik. Ez elsősorban azért is van, mert ugye Skócia, ugye minden ország egyfajta éghajlati övbe tartozik. Na most a Skócia mérsékelt óceáni éghajlati övbe tartozik, vagyis a csapadékos időszak az jóval több, mint mondjuk nálunk, vagy mint bármelyik mediterrán országnál. Tehát most jelenleg arra várok, hogy kiírják, hogy melyik kapuhoz kell menni majd induláskor. Ezt követően lesz valószínűleg ilyen videóanyag, tehát hogy felveszem, ahogy majd megyek a géphez. Szóval a gépről is lesz videózás, plusz ugye képek, illetve amint megérkezem Edinburghbe, megpróbálok ott is majd jó képeket lőni ugye a repülőtérről. Bejelentkezni nem tudom, hogy fogok, mert ugye kijönnek értem, tehát nem magamnak kell a bejutást megoldani, de majd látjuk. Na akkor egy szó mint száz. Most jelenleg várom, hogy kiírják, hogy hányos kapuhoz kell menni. Utána még ilyen 15-15 előtt, egy olyan, nem tudom, 10-20 perccel ilyen indulok a kiírt kapu irányába. És akkor legközelebb Edinburghbe bejelentkezem. Sziasztok! I'm gonna go to the bathroom.
Igen, kérdezhetnétek, hogy de miért Bergén? Nem azt mondtad, hogy Edinburgh-ben fogsz videózni, meg beszélgetni? De igen, csak hogy mondjam, rokoni kapcsolat révén itt szálltam meg Bergénben, és ugye hát itt fogom úgymond majd a túrák fáradalmait kipihenni. Viszont ugye a mostani cél az ugye Edinburgh. Igen, így a kiejtéssel lesznek szerintem gondjaim, de majd csak belejövök. Na de, lényeg a lényeg, hogy most haladunk Edinburgh-be, és a legegyszerűbb módja, hogy Bergébe lejussatok Edinburgh-be, az nem más, hogy lehet megtenni, mint a ScotRail nevezetű vasúttársasággal, amelyikkel 5 megállót észak irányba haladva, ugye eljuttok Edinburgh-be. Viszont ugye keves rokonomtól hallottam, hogy ugye van egy ilyen kis furcsaság a tömegközlekedés szempontjából itt Skóciában, hogy ha buszra szálltok, akkor ugye hát nem áll meg mindenhol, és Olaszországhoz hasonlóan itt is le kell inteni a buszt, hogy megálljon neked. Ami viszont furcsálhattok, hogy be sem mondják, és nem is írják ki a megállók nevét a buszon. Na most állítólag, ahogy hallottam, a vonaton is valami hasonló a helyzet. Annyi különbsége, hogy ott egy bizonyos megálló szám még ki is írja a monitorom, hogy éppen melyik megálló következik. Szóval időben fel tudtok készülni a leszállásra, avagy átszállásra, attól függ, hogy tervezetek az edinburghi kirándulásotokat. Na de a lényeg, hogy most bevegyünk Edinburghbe, mondja, a kóricálónk körbenéz. Valószínűleg megpróbálom megkeresni azt a helyet, ahol J.K. Rowlingnak a fejéből kipattant a Harry Potter könyveknek az ötlete, mert bizony, ez így van. Edinburgh városában található azt a Royal Mile-on, vagyis a Királyi Mérföld nevezetű sétáló utcán. Az a kávéz, ahol a híres brit írónőnek a fejéből kipattant eznek a fantasy regénynek az ötlete. És igen, a Londonból ismert ikonikus taxik is itt Bathgate környékén, Skóciában is előfordulnak. Sőt, láttam én már ugye emeletes buszt is, nem olyan pirosat, meg ilyen pirosat, mint mondjuk amit a Hopon csinálnak. Illetve nem is olyan
hogy is mondjam, jellegzetesebb, amit utal a londoni Double Decker. Ez ilyen szimpla zöldszínű emeletes buszok járkálnak itt Bathgate szerte, de amúgy szerintem nagyon is jó pofák. Bocsássatok meg. Igen, és mondjuk az átkelés is elég érdekes, ugyanis ugye bizonyos részeken ugyanúgy vannak jelzőlámpák, tehát a közút és a gyalogos forgalom számára, mint odahaza Magyarországon, viszont némelyik átkelőnél nincsen lámpa, mint a gyalogosok számára. Helyette van ilyen, hát a közlekedés lámpa szempontjából a piros lámpa magasságában van egy szenzor, és mindegyik átkelő helyen csak úgy kelhetsz át, ha megnyomsz egy gombot, ami megállítja a forgalmat, és azt hiszem 10 másodpercig talán kiad valamilyen kis sípoló hangot, amíg neked át kell érned, mert utána elhallgat, és hát és a közúti forgalmat megint szabaddá teszi. Szóval, 1-100, most tartunk a Bathgate vasútállomás fele, és onnan irány Edinburgh belvárosa. És majd igyekszek ott is mindent megmutatni nektek, ami az ebbe az egy napba belefér. Ne aggódjatok, ha mondjuk közben utána néztek, hogy mit található Edinburghben és mit szeretnétek látni, hogyha ebbe az egy napba nem fér bele, akkor azt megpróbálom mondjuk a következő vagy az azt követő napon megnézni. A záró mondatként, ami még ugye tervben van, és az egy hosszabb utat fog igénybe venni, mint beutazni Edinburgh belvárosába. Az még pedig, hogy meg fogom egyik nap nézni a Britannia nevezetű királyi jaktot, amit a brit királyi család használt évtizedeken keresztül, és most múzeum hajóként üzemel. Valószínűleg holnap után fogom megejteni, de ez még a jövő zenéje. Most viszont haladjunk, és majd Edinburghből bejelentkezem. Sziasztok! Ismételten üdvözletem mindenkinek innen a Szentegyed, vagy
vagy külföldi ilyen megfogalmazza Saint Giles, gótikus templomnak úgymond tövéből jelentkezem most be. És hát nem meglepő módon, igen, jól gondoltam, megérkeztem Edinburgh, vagy Edinburgh, ugye ez nyelvterülettől eltérők a kiejtések. Ugye a skót kiejtés az, hogy Edinburgh. Mi magyarok vagyunk, mindegyik a Edinburgh, vagy Edinburgh. Szóval sokfajta kiejtés létezik a városnak. De ha már így belemerültünk ugye így a város nevébe, akkor meséljünk egy kicsit a történetéről is. Történetünk időszámításunk szerint 626-ban kezdődik, amikor is Northumbriai Edwin megalapítja a várost, és az akkori törzseket, az úgynevezett Wotinidákat kiűzi a területről, akik akkoriban a helyet Dan Eidannak, vagyis a erőd a hegy völgyében, tehát ez volt a város neve. Az Edinburgh nevet viszont csak évszázadokkal később, 1018-ban nyerte el, amikor is második Malcolm király erődvárossá nyilvánította ugye Edinburgh-ot, Edinburgh-t, mégpedig úgy, hogy még több területet szerzett meg akkoriban. Tehát egyszer, mint ez a város területe bővült, ekkor kapta ugye a mostani nevét, hogy Edinburgh vagy Edinburgh, de akkor is még számtalan más neve is volt. Az ipari forradalom idején az Old Smoky, vagyis az öreg füstös néven is emlegették, ugyanis, mint mindannyian tudjuk, az ipari forradalom ugye számtalan új találmányt hozott, gőzmozdony, gőzhajó, illetve maguk a gőzgépek, meg ugye a nagyfokú iparosítás. És hát ugye akkoriban az iparosításhoz az nem éppen, hogy mondjam, a környezetvédelem nevében zajlott, bocsánat, jegyében. Így ugye a gyár kéményei, főleg a desztilláló üzemek kéményei folyamatosan eregették a füstöt, amik az egész városban szétterjedtek, és hát ugye innen az öreg füstös elnevezés. De még viccesen szokták még Embrának is bebeszélni a várost. Egyébként még az Észak-Aténjának is nevezik, a két város hasonló domborzatai miatt, vagyis sokan állítják, hogy Edinburgh ugye 7 dombra épült, azonban ez nem feltétlen igaz, ugyanis a domborzati eltérések ugye teljesen mások. Az egyik domborzati elem teljesen más magasságban van, mint az azt megelőző. Ami lehet, hogy az egyik domborzati rész egy domb, de lehet, hogy a következő már egy kisebb hegy, ha a magasságokat veszük alapul. Ugye a templom, aminek úgymond a tövében most ugye leültem, számtalanszor pusztított a tűzvész ostrom, és igazán az ipari forradalom után 1829-1830-ban restaurálták teljes mértékben. Ugye a legpusztítóbb tűzvész az ugye 1824-ben következett be a város történetében, amikor is a nagy része poli égett. Beleértve ugye ezt a gótikus templomot is mögöttem. Arról is nevezetes egyébként ez az épület, hogy amikor 6. Jakabot követte első Károly, azért érkezett ide Skóciába, hogy itt koronázzák meg. Ugye magát a ceremóniát a Holy Rothus palotában tartották, ami a Royal Mile, vagyis a királyi mérföld mentén található, viszont magát a koronázást, tehát nem a ceremóniás ünnepséget, hanem már magát a tényleges koronázást, azt itt tartották meg. De az anglikán egyház rítusai szerint, ami a skót presbiteriánus egyház képviselőit igencsak sértette. És hogyha megnézitek, ha ezen az úton lejjebb megyünk, ott található ugye a Trón nevű templom, amit ugye annak idején ugye már megépítettek ugye a presbiteriánusok számára. Viszont Károly rá akarta erőltetni az anglikán egyház rítusait, imáit ugye a presbiteriánusokra. Ez odáig fajult, hogy végül, amikor annak királynő került ugye vezetői pozícióba itt Edinburgh-ben, 1707-ben létrehozták az angol-skót personál uniót, ami 1997-ig fennmaradt. Vagyis a skót parlament addig az időszakig, ahogy veszük, alárendeltségben létezett, tehát nem volt önálló. De ez ugye 97-ben megváltozott, amikor is visszanyerték, ugye a skót parlament visszanyerte úgymond a szuverenitását és az önállóságát. Mint mondtam nektek, sok mindent meg szeretnék nektek mutatni Edinburgh-ben, tehát számtalan múzeum van itt,
Többek között ugye a dinamikus föld, ahol a földünk történetét mutatja be a múzeum. Aztán a kamera obszkúra, ami aki már járt hasonló múzeum, van, ahol főleg ugye a szemünket próbálják becsapni mindenféle optikai illúzióval, na, az pont az a múzeum. Aztán ugye van itt ugye a Nemzeti Múzeum, Nemzeti Háborús Múzeum is. Illetve még egy plusz érdekesség ilyen záró gondolatként, hogy ugye a pályaudvar, ahol leszálltam a vonatról, az a Waverley pályaudvar. Ugyan 1854-ben ugye adták át, viszont a vasúti közlekedés már 1836-ban megindult, ugye Stevenson feltaláló révén, a gőzmozdony atya révén, és emellé kapcsolódik az az érdekesség, hogy Edinburgh és London között 1846-ban jött létre a vasúti összeköttetés, és tudjátok, mi történt ugyanebben az évben? Átadták Magyarországon a Budapest-Vác útvonalat a legelső vasúti összeköttetést, ami Magyarországon létrejött. Most az van, hogy még itt nézelődök, aztán majd valamelyik múzeumból bejelentkezem, ha lehet egyáltalán ott videózni. Sziasztok! Skócia Nemzeti Múzeumából, ami azért is különbözik, ugye, ha úgy veszik a többi múzeumtól, mondjuk amit Magyarországon látunk. Ez konkrétan nem múzeum, ez jóformán akkora, mint egy csarnok. Tehát az egész, tehát a múzeumi kiállítás már akkor elkezdődik, amikor a földszinten ugye bejössz. Ott van vagy egy-két-három ilyen nagyobb kiállítási darab, meg ilyen kitűzők, vagy például a Brit Királyi Haditengerészet részére. Mert olvastam, hogy ott például lent, amit az előbb elmondtam, azokat azért csinálták olyan alakúra, azokat a kitűzőket, amilyenek, hogy ezzel úgymond reprezentálják az adott típusú hajót, amire később az a kitűző rákerül. Na most ide fent, ezen a szinten lehet találni többek között egy atomzúzót, szerencsétlen Ábrásztetnek a koponyáját, ivókút, nyomdagép. És ahogy látjátok, ugye több szintre és többfajta témára van lebontva ez az egész kiállítás. És igazából tényleg nem is az az érzésem, mintha egy múzeumban vagy az előbb említett csarnokba sétálnál, hanem mintha nem tudom, meghívást kaptál volna valami előkelőségtől, megtekintsd a magángyűjtemény. Miért vagy nem tudom, csak egy gazdag valakitől. Egész egyszerűen... Nem, ez nem lehet szavakban önteni, srácok, hogy annyira igényesen meg van csinálva ez az egész múzeum, és mondom, ez még csak a fő csarnok,
az... hogy mondjam, mínusz egyedik... Nem, ez még csak a főcsarnok az első emeletem. Ja igen, kis apró érdekesség, hogyha látjátok ezt itt mögöttem. Igen, ez a jól ismert korintoszi oszlop stílus. Mit érdemes tudni, valaki esetleg mondjuk az előző videókat nem látta. Na most az oszlop stílusok eredetileg az ókori Görögországban alakultak ki. Volt ugye a egyszerűség kedvéért, volt a dór, az a díszítetlen, egyszerű, csak oda teszed az oszlopot és kész. Ugye a jón, aminek ugye a legtetején, tehát ennél a résznél úgynevezett ilyen csigavonalas elrendezés volt kialakítva. Itt a sarkoknál. Illetve a korintoszi, amit ugye itt láttok, ami az akkori Görögországban jellemző ugye fatípusnak ugye a leveleivel volt díszítve. És amit elfelejtettem az előző bejelentkezésre mondani, hogy a Waverly állomásnak a tartó oszlopait is ilyenek díszítik. Szóval nem véletlen, hogy ennyire népszerű a mai napi például a múzeumok, bármilyen történelmi épületek, mert főleg ilyen oszlopokat használnak. Na most akkor az lesz, hogy szerintem itt most járok kelek a múzeumban, megpróbálok minél több dolgot lefotózni, és ott valahonnan bejelentkezem, vagy még innen, vagy másik elő. Jaj, bocsánat, mielőtt elköszönök, adatosan nektek valamit. Igen, konkrétan, amit most láttatok, hogy ebből is látszik, hogy milyen sok mindent el lehet készíteni Legóból. Az egész múzeumot, hogy vesszük, félig meddig nyitottan megcsinálták Legóból. Azért ez... elismerésem. Ahogy hasonló elismerés, kis akkor érdekesség, hogy például amikor egyszerűen vezetett túra keretén belül voltam a Magyarországon az országházban. Nos, például, alig, hogy elindultunk a lépcső felé, rögtön mi fogadott, hogy az egész országházat kirakták gyufából. Vannak emberek, akik hogy mondjam, a sok szabad idejüket így használják fel. Elismerésem. Jól van, akkor... Sziasztok!